Felére csökkentette a Pfizer az európai uniós országokba küldött koronavírus elleni oltóanyag mennyiségét a héten. Románia is sokkal kevesebbet kapott a betervezetnél. Románia az erre a hétre tervezett Pfizer vakcina mennyiség mint egy felét kapta meg. A másik felét március végéig kapja meg az ország részletekben. A szállítmányok megszokott üteme jövő héttől kezdődően azonban visszaáll, nyilatkozta a Reuters brit hírügynökségnek Andrei Bácsú. Az egészségügyi minisztérium államtitkára a héten még arról tájékoztatott, a Pfizer vakcina mennyisége hétről hétre nőni fog. Jó hír az első negyedévre, hogy kicsivel több mint 400 ezer adag moderna oltóanyagot kapunk, ez a vakcina két hetente fog érkezni. A Pfizer-BioNTech oltóanyag adagokat továbbra is hetente kapjuk, mennyiségük hétről hétre nőni fog. Március végéig több mint két és fél millió adag érkezik. Nagyjából ezek a kilátások az első negyed évre. Közben a Szenátus Egészségügyi Bizottságának elnökétől László Attillától megtudtuk, hét elején tájékoztatták őket, hogy mire számítsanak. Értesültünk arról, hogy lesz némi fennakadás, illetve visz... A heti szállítmányok mennyisége átmenetileg előreláthatóak 3-4 hétig, de ugyanakkor beindult a második oltóanyag, és nem sokára a harmadik oltóanyag is remélem, hogy megkapja az ideiglenes forgalmazási engedélyt, ami nagy mértékben majd változtathat a a jelenlegi helyzeten. Hangsúlyozta az eddigi heti 140 ezer adag helyett erre a hétre mindössze 85-90 ezeret kapott Románia, így a magas oltási kedv mellett az oltási kapacitás valamelyest csökkenni fog az elkövetkező időben. Hasonló a helyzet egyébként Lengyelországban is, ahová 176 ezer adag vakcina érkezett, ami a hatóságok szerint ugyancsak egy 50 os mérséklődést jelent. A cseh kormány is akadozásokra és az oltási kampány lassulására számít az emlékeztető oltások kezdetén. Romániában a második adagokat már az első beadásakor félreteszik, így az ismétli oltások során nem várható fennakadás.